Kovács azt is mondta Orbán Viktorra, Vona Gábor, hogy hazárdírozott és vesztett. Vona Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét! De akkor ön is vesztett? Magyarország veszített, és ezért a vereségért a felelős. Ez lehet, hogy szebben hangzik, de ön annak a pártnak a vezetője. Bocsánat, de annak a pártnak a vezetője, amely párt ugyanúgy a nem mellett tette a voksát, mint a Fidesz. Hogyha Fidesz vesztett ezen a népszavazáson, akkor önök is. Én hallgattam itt Gulyás Gergelynek a nagyon nehéz érvelését, amivel próbáltam magyarázni. A különbség az a Fidesz és a Jobbik között, hogy a Fidesz is a nem mellett buzdított, és a Jobbik is a nem mellett buzdított, de mi a népszavazást nem kívánjuk megmagyarázni. Tehát mi úgy érezzük, hogy ez egy kudarcos népszavazás volt, de a felelősséget nem a Jobbiknak kell viselni, hiszen mi jó előre felhívtuk a figyelmet arra, hogy ebből a népszavazásból baj lehet, és mi természetesen támogattuk, mert miért ne támogattuk volna, minden egyes nemzetet, az országot erősítő intézkedést támogatunk, de előre felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez visszafelé sülhet el, hogy nagyon drága megoldás, vagy egyáltalán nem is megoldás ebben az értelemben, és az alaptörvényt kellene módosítani. És hát most eljutottunk. Hát és ez lesz? Hát ez a probléma, hogy 15 milliárd forintot elköltöttünk, fél évig itt ment a herce-hurca azzal, hogy most mi lesz ezzel a népszavazással, ment a kampány, ment a politika az emberek agyára. Ráadásul népszavazás a végén még érvénytelen is lett, tehát semmiféle jogi, és azt gondolom az európai szintére nézve politikai ereje sincs ennek a népszavazásnak, és visszajutottunk oda a startvonalra, amit én fél évvel ezelőtt javasoltam, hogy módosítsuk egyszerűen az alaptörvényt, hiszen a magyar társadalomnak a kvótákat elutasító álláspontja, elsöprő álláspontja az eddig is ismert volt. És ha visszaemlékezünk arra, hogy mi történt, be is nyújtottuk ezt a javaslatot, aztán Rubovszky György, ott az egyik TV kamerájának a füle hallatára azt mondta, hogy nem fogja napirendre venni a bizottság ülésén a Jobbiknak ezen irányú javaslatát, mert Viktor nem engedi. Tehát itt néhány héttel vagy hónappal ezelőtt még Viktor nem engedte az alaptörvénymódosítást, mert úgy gondolta biztos a miniszterelnök úr, hogy 15 milliárd forintot valakinek el kell jobb a saját alaptörvénymódosításon, mint más alaptörvénymódosításon. Hát akkor adták volna be saját maguk. Én ezt nem ragaszkodtam volna én ez és a Jobbik sem. Hát akkor adták volna. Hát már átéltük már jó párszor ezt, hogy valamit beadunk, aztán a Fidesz leszavazza és beadja saját maga. Tette volna ezt, én azt kívánom, de nem ezt tette, hanem belement ebbe a teljesen vesztes népszavazásba, és jelen pillanatban az ellenkező hatást ért el az a népszavazás, akármit is mond a Fidesz kommunikációja, mint amit eredetileg célként kitűzött itt, ugye a felső határ nélküli betelepítések ellen jött létre, pont ennek a lehetőségét növelte azzal, hogy érvénytelen lett. Brüsszelbe könyörtelenül, kíméletlenül ki fogják ezt használni. Azt mondta Gulyás Gergely, hogy ha az egész ügyet nézzük, ha magát a témát nézzük, akkor 15 milliárd az tehát nem az, hogy nem sok, hanem egyáltalán összegekről fölösleges beszélni, hiszen a jövőnkről van szó. Ebben azért egyet értenek? Hát abban van igazság, hogy egy fontos kérdés kapcsán az anyagi szempont másodlagos. De itt beleöltünk 15 milliárd forintot ebbe a kampányba, a Brexitnél is drágább volt ez a kampány, csak hogy a kedves nézők ugye el tudják helyezni itt a nagyságrendeket, a Brexitnél drágább volt, ha ez a kampány végén a népszavazás érvényes lett volna, akkor én most egy szót nem mondanék ezeknek a kiadásairól. Hát most de a Brexit... érvénytelen népszavazásra ennyi pénzt elkölteni, hát ez... A Brexit mennyibe került? Tehát van azért olyan vezető fideszes politikus, aki épp tegnap este mondta itt nekem, tehát nyilván a nézőknek, hogy ez nem királyság, azért van népszavazás. Ha Brexitet vesszük, hát akkor ezek szerint ott is van népszavazás, ahol királyság van. A mai parlamenti közvetítést nézve, hát mi ez a személyeskedés? Már egy kicsit olyan, mintha ilyen, nem mondom, hogy óvi, hanem inkább, az főleg nem mondom, hanem mintha ilyen általános iskolások lennének, ez a júj, maga ilyen, maga olyan, tehát ez valahogy ilyen, hát szokatlan minden esetre a parlamenti megszokott szintől. Én itt azért a magam szerepét azt gondolom tisztáznám. Hát én azt mondtam a miniszterelnöknek, hogy elkövetett egy nagyon súlyos politikai vétséget, Magyarországot belelavírozta egy lehetetlen helyzetbe, lényegében öngolt rúgott, és ezért le kell mondania. Ebben szerintem semmiféle személyeskedés nincs. Aztán, amikor a miniszterelnök látszólag tényleg elveszítve az önkontrollt, bedühödik, vagdalkozni kell, személyeskedik. Előjön azzal, hogy, TV-t. Hát, előjön azzal, hogy konditerembe járok, még fodrászhoz is képzelje el, tehát még ilyen botrányos dolgokat is elkövetek. Meg számomra az volt a tanúság, Orbán Viktor nézi az ATV-t, és ennek nagyon-nagyon-nagyon hát örülünk. Nem nézi minden, egyébként feltétlenül, de hát, mondom, nézi. Jó, nekünk minden néző jó, számít. Oké, akkor egyezünk meg abban, hogy nézi, de azt gondolom, hogy én azért nem jöttem el ilyen jellegű dolgokkal elő, pedig hogyha most nagyon-nagyon gonosz akarnék, akkor mondhatom, hogy a miniszterelnök úr is eljáratna konditerembe. Ugye? Tehát lemehetünk erre a szintre. Én
megvívom szívesen ezeket a csatákat is, de én egy politikai nyilatkozatot tettem. Azt gondoltam, hogy a miniszterelnöknek ebben a helyzetben le kell mondania. Erre a miniszterelnök nem a saját felelősségével kapcsolatban beszélt, hanem előhozott fűt, fát, tücsköt, bogarat, ahelyett, hogy elmondta volna, hogy ő az érvénytelenséggel kapcsolatban mit gondol? Hát a fűtfát, tücsköt, bogarát nem is, de régi cimboráját igen, még ha nem is mondta ki a nevét. Tehát ismét elhangzott az, hogy a Jobbikot megvásárolták, és mostantól kezdve, hogy a pártot megvásároltak, a párt gazdájának pénzügyi érdekeit szolgálják, és inkább Brüsszel mellett. Itt azért, tehát keresztrejtvényfejtők nagy gyakorlat nélkül is meg tudták fejteni, hogy Simicska Lajosra gondolt, mert nem először hangzott el, hogy Simicska Lajos pénzeli a Jobbikot, és az Orbán Viktori kijelentés meg szerintem könnyen kódolható, hogy arról szólt, hogy önök most ennek hatására politikát váltottak. Hát itt már tényleg ilyen világösszeesküvés volt, hogy Simicska Lajos, Brüsszel, tehát a mindenki a Jobbik háta mögött az ő miniszterelnöki székére pályázik. Tehát én el is mondtam, a nap későbbi részében volt egy azonnali kérdéssel kapcsolatos vitánk is a miniszterelnökön, én elmondtam, hogy visszautasítom azt, hogy ő, mint a liberális internacionáli egykori alelnöke, mint a lisszaboni szerződést olvasatlanul aláíró országgyűlési képviselő, engem itt a nemzeti érdekvédelemről kioktasson, és engem brüsszeli támogatással vádoljon. Simicska Lajos kapcsán meg azt gondolom, hogy paranoiás a miniszterelnök, amit meg is értek, mert valószínűleg Simicska Lajos nagyon sok dolgot tud róla. Jó, de ezzel még nem cáfolta azt, hogy nincs semmi köze Simicska Lajosnak a Jobbikhoz. Nem is olyan régen megbeszéltük egyébként. Hát már tudom én. Hát de hétről hétre elbizonytalanítja a tévénézőket, a miniszterelnöket. Az, hogy nem is olyan rég azt mondta itt nekem, hogy nem áll Simicska Lajos a Jobbik háta mögött, én hiszek, hogy kinek higgyek, hanem a párt elnökének. Igen. Aztán jön a miniszterelnök, és azt mondja, hogy de igen. Hát teljesen összezavarnak. Hát akkor itt nyilván ez egy ilyen hitvita lesz, mert én ezt továbbra is tartom, meg a miniszterelnök is gondolom, de hogy az adás exkluzivitását segítsem. Igen. Ugye amikor legutóbb beszélgettünk egymással, akkor találkoztam egyszer Simicska Lajossal, most ennek a száma kettőre nőtt. És ezt itt jelentem be az ön adásával először. Így most már jól mondtam, az előtt többes szem első szemében mondta, és azért ez nem a mi adásunk, de... Bocsánat, akkor a... De nem baj, ez csak egy apró nyelvbotlás. De nem ez a lényeg a mondatot, azt gondolom. Nem, csak azért ezt tegyük helyre. Azt gondolom. Nagyon kíváncsi vagyok, és akkor most nem árulj el, hogy hol találkoztunk. Elárulom, ugyanott a legelőször is a Magyar Nemzet Szalon nevű rendezvényem. Tehát megint a hajón. Igen. Tehát volt még egy rendezvény, és megint összefutottak. Ez egy rendszeres rendezvény, és a Simicska úr ott volt ezen és a rendezvényen. És megint beszélgettek? Négy szem közt nem. Egy újságírókkal közös társaságban, és a migrációs népszavazásról beszélgettünk. És mit mondott Simicska Lajos? Semmi olyan különleges dolgot nem mondott. Tehát én főképpen arról beszélgettünk, hogy a kampánynak a hangnemes stílusa mennyire durvává vált. És ezt egyébként magam is osztom. Tehát szerintem nagyon sok ember, aki otthon maradt és a kótákat elutasítja, vagy a migrációt elutasítja, pontosan amiatt maradt ott, mert úgy érezte, hogy a kampány durvasága, erőszakossága, fenyegetése révén őt politikai, párpolitikai eszközként akarják használni. Ebben egyet értettek Simicska Lajossal, és abban is egyet értettek, hogy erre a kérdésre az egyetlen helyes válasz, ha nem, Simicska Lajos is így gondolta? Hát jó kérdés, ezt nem kérdeztem meg tőle, de én a számomra ez úgy tűnt. Na ezért nem a mi adásunk, mert a fontos kérdéseket nem tette fel. Aha, hát amíg élek, tanulok öntől, akkor ezt tudom erre mondani. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én is.